főépületnél, az egyetem főépületnél, és hát imádom ezt az egész épületet. Nekem annyira tetszik, tényleg szerintem annyira szép, és belül is nagyon-nagyon szép. Itt volt a diplomaosztóm, úgyhogy nagyon jó emlékek is vannak róla. Egyébként így ez egy óriási komplexum így az épület mögött, nagyon-nagyon sok kar van, az orvostudományi egyetem is itt van egész hátul, tehát, és akkor az Agora is, tehát ahova most fogunk menni is, így ennek a másik oldalán van egyébként. Csak gondoltam, hogy még ezt is gyorsan bemutatnám nektek, mert nekem ez a kis rész nagyon tetszik, egy ilyen gyönyörűséges tér van előtte, szökőkúttal, és nem tudom, szerintem csodálatos tényleg. Jampi, ez a nagyon sárga. Gondolod? Egyértelmű. Na hát megérkeztünk az Agorába. Lehetne mondani, hogy pontosan mi is ez. Tudományos élményközpont Debrecenben, amiről én még nem is hallottam, tehát valószínűleg ez egy új dolog lehet így a városban, mert még ide jártam, nem nagyon hallottam róla, úgyhogy biztos, hogy új. És különféle érdekes és tudományos ugye, programok várják az ide látogatókat. Nagyon meleg van, ne nézzétek az arcomat, tisztára ízat, de azt hiszem, hogy lesz most valami olyasmi, hogy vizes fizika, meg van ugye ilyen csillagászati dolog is majd később, nem tudom, hogy azt... Ugye ezt mikortól kezdik. Na, tehát nagyon-nagyon sok ilyen tudományos, érdekes dolog van itt az Agorában, úgyhogy most akkor elkezdjük és bebarangoljuk gyorsan. Együtt veletek természetesen. Ú, de jó! Na, jó. Oké. Hello! Ez ilyen tükör folyosó. De magány! Hello! Ez a sejem. Várjál! De durva! Mi? Ugyan, amit leír, az megtörténik. Annyira durva, igen, próbál. De mi ez? Úgy érzed, hogy ilyen bársony puhák az ujjai, pedig igazából semmi nem történik, látod? Komolyan meg... Júú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 ú
Hát ezt még le tudom egy, legyőzöm. Lássuk. 48, egyre jó. Uj. Nem rossz. Ezt nektek küldöm. Ó, de jó. Ott van, ott van. 151. Jézusom. És egy kicsit bejebb kellene. Na már kijöttünk az Agórából, nagyon érdekes volt, és ilyen helyen én még nem jártam. Te, Dávid? Te se szerintem. Ups, majdnem leestem. Majdnem leestem, na. Egyébként itt hallunk valami állatot jönni, menni így az erdőben. Halljátok? Mi az, Dávid? Nem tudom, de nem is akarom megtudni, úgyhogy inkább menjünk. Jó. Akarom látni. Most így gyere már. Jövök. Sziasztok! Ma már hétfő van. Hétfő délután van, egész nap lustálkodtunk Zsuzsinál, de végre erőt vettünk magunkon, és itt vagyunk a városban, felfedezzük picit a belvárost, aztán találkozunk a lányokkal, itt van előttem kedves barátnőm. Nem? Sziasztok! Ennyi a szereplési vágya. És képzeljétek, azt találtuk ki, hogy felmegyünk a belvárosi nagy templom tornyába, vagy hát nem is a toronyba, de valahova a magasba, és ott fogunk pár selfit csinálni közösen, úgyhogy egy ilyen kis csajos délután vár ránk. Most valahol szerzünk egy kis smoothie-t, aztán kávézni akarunk, fagyizni akarunk, még sétálunk, aztán még el kell mennünk egy-két helyre. Úgyhogy igen, erről szól a mai délutánunk, úgyhogy ösztök velünk, és holnap megyek egyébként haza, Dávid már hazament, ketten maradtunk,
de nagyon jó, végre, közös program. Úgyhogy igen, gyertek, gyertek is, és hadd mutassam be nektek Debrecen belvárosát, amit egyébként én nagyon-nagyon szeretek. Már csak ha így körbenézünk, látjátok mennyire csodálatos a kis villamos. Most pedig a Saladbox felé vesszük az irányt, iszunk valami kis frissítőt. Egyébként nagyon-nagyon finom salátákat tudtok vásárolni Debrecenben, úgyhogy gyertek majd, ha erre jártok. Hello! Mik vannak benne Zsuzsannál, mert nem emlékszem. Grapefruitra... Grapefruit, ja, hogy itt van. Alma. Narancs, grapefruit, alma. Jó, lássuk milyen. Biztos finom lesz. Kérlek, bonts ki nekem is. Igen, frissen facsart, és csak gyümölcs van benne. Megy a belvárosi wifi. Bárhol jártam, sehol nem ment még a belvárosi wifi. Itt full jel van. Úgyhogy ha jössz, akkor lesz internetetek, mint nekem. Pillanat. Hétköznaponként 6-ig van nyitva, úgyhogy még időben vagyunk. Menjünk! Most akkor a D betűn keresztül megmutatom nektek a templomot. Egy kis kreatívkodás. Hello! Az igazságot is meg kell mutatni. Annyira melegen van. Kari, zuhaj! Mondtam, hogy az arcom nagyon ízel. Templom rabjai. A pálcák leszünk. Bevonulhatunk a pálcának. Kvázi mondói. Bent is meg azt a harangot, Zsuzsanna. Rákóczi harang. Megint felmegyünk. Jó kis kaland. Csak kár, hogy 40 fok van. Meg jó, hogy hoztuk magunkkal a kulacsunkat. Vigyázz, Zsuzsannám. Tél utolsó kortyvizünk is. Mi ez? Életmentő. Az otthoni kis szóda. Egyébként ahova most megyünk, az a hal köz, ugye? Beülős helyek sorozata, igen, és nagyon sok fiatal szokott lenni, és egyébként minden este tele van. Egyetemista korunkban nagyon sokat jártunk ide koktélozni, kávézni. Én most kérek egy kávét és egy hideg szénsavas vizet. Este pedig jövünk ide a maszekba a lányokkal. Ez is egy nagyon-nagyon jó kis hely itt egyébként. Étterembe, és mit teszünk akkor, Zsuzsi? Cézár salátát? Zsuzsikám egy cézár salátát kíván. Hello! Én pedig nem tudom még, hogy mit szeretnék. Levesek, van leves is. Ó, közben várjuk, hogy megjön Reni meg Réka, ők is csatlakoznak hozzánk, csak még nincsenek itt. És igen, reméljük nem fog esni, mert egyébként picit olyan esős az időjárás.
tehát ha megúsztuk. Amúgy nagyon meleg volt egész nap, tehát nem lenne baj egy kis eső, csak most pont a teraszon ülünk ugye, és akkor az kellemetlen, de majd akkor bevonulunk. Úgyhogy ennyi jelen pillanatban. Az előbb csináltunk pár fotót a belvárosban Zsuzsival, és oda jött hozzánk. Kik voltak ők ilyen, ilyen, mi ez? Hogy is mondják nekik? Milyen nevük? Közterületesek. Jöttek oda hozzánk, hogy segíthetnek-e nekünk fényképeket csinálni. És mondtuk, hogy igen, úgyhogy ők csináltak nekünk közös képeket. Azt hiszem lett egy-két jó talán. Na, megjött a kis hagymalevesünk. Az enyém. Meg a Caesar sali. Nagyon jól néz ki. Szárok tudom. Megjött a Márkos Kubák, és közben olyan vihar van kint, hogy be kellett jönni, képzeljétek. Villámlik és vihar. Utasd meg a vihar. Az operatőr, vihar van. Látszik, nem annyira. Na, sziasztok! Hazaértünk, itt vagyunk Zsuzsinak a szobájában. És hát brutál milyen vihar van kint, komolyan maszekban voltunk szerintem, biztos egy órával tovább, mint terveztük, pont azért, mert nem tudtunk eljönni, olyan villámlás volt és vihar, de nagyon jól el voltunk a csajokkal, beszélgettünk, ettünk, nagyon jól telt, és most végre itthon vagyunk, lesminkelünk, lezuhányzunk, és szerintem fekszünk is be az ágyba, még tévézünk picit, aztán alvás, én holnap megyek haza Debrecenből, nagyon jó volt ez a pár nap, szóval Debrecenben én mindig nagyon-nagyon szeretek visszajönni, ugye Zsuzsi barátnőm itt van, az ágya a legjobb hely, ahol lustízni lehet közösen nyáron, még jövő Zsuzsi. Várlak. Jó, tudom, hogy ide jöhetek bármikor. Annyiszor aludtam már itt. Nagyon jó. Mindig visszatérni, nagyon jó. Úgyhogy holnap megyek haza, remélem, hogy élveztétek ezt a két kis videót, vlog videót. Hogyha igen, akkor kérnék szépen egy lájkot és egy feliratkozást, és találkozunk legközelebbiben. Puszi, sziasztok!